Március 15-én Izsákon járt Böjte Csaba, Dévai Ferences szerzetes, akit gyermekmentő munkájáról ismernek szerte a világon. Izsáki látogatása alkalmából a zsúfolásig megtelt katolikus templomban tartott tanítást, mely után válaszolt televízión kérdéseire is. Ön éppen 20 esztendeje kezdte gyermekmentő munkáját, és hogyha föltenném az alapkérdést, hogy mi indította erre, akkor vélhetőleg a krisztusi szeretet, a keresztényi felebaráti szeretetet mondan első helyen. De nyilván sok keresztény ember él, sok pap él, és mégsem ezt csinálja. Önt mi indította el? Hát megnevezte az, hogy bajba lévő emberek kopogtattak az ajtómon. Előre csak gyerekeknek kenyeret adtam, meg pénzt adtam, aztán egy-egy ebédre is befogadtam. Hát egy idő múlva meg, hát hogy mondjam, úgy oda szoktak, úgy oda kaptak hozzánk, hogy nem erőst akartak elmenni. És akkor szerveztünk nekünk egy tábort, hát megfürdettük, szépen felöltöztettük őket, és kiderült, hogy ezek olyan szép, ügyes, aranyos gyerekek, mint bármelyik más. És hát a tábor végén mondta, hogy na lehet hazamenni, vége van, és azt mondták, inkább még maradjunk egy éves táborban. És akkor aztán 20 évvel ezelőtt szerveztek az első tábort, tehát azóta most már 71 helyiségben 2380-an táborozunk jelenleg is. Rengeteg a gyerek, ugye 2380 a fontos létszám? 2380 gyerekkel foglalkoznak, gondolom sok nevelő is kell. Itt Izsákon is föltették már néhányan a kérdést, hogy ha szeretnének kimenni oda segíteni, ha nem is örökre, de egy hónapra, két évre, egy évre, fél évre, hogyan tehetik ezt meg? Hát ugye, amikor egyik miniszterelnök mondta itt Magyarországon, hogy lehet menni dolgozni Ausztriába, cukrászdába, hát akkor írtam egy cikket, hogy lehet jönni Erdélybe is gyereket nevelni, és hát több mint 15 olyan kollégám van, aki magyar állampolgár, és nálunk dolgozik. Van, aki már hosszú-hosszú évek óta. Tehát bárki, bárhonnan a Kárpát-medencéből, de hát jöttek Amerikából is, meg Japánból is közénk olyanok, akik szeretik a gyerekeket, szeretnek a gyerekekkel foglalkozni, bíznak abban, hogy nevelhetők ezek a gyerekek. Hát úgy van, hogy valaki eljön, hát hétre jön, akkor logikus önkéntes lesz. Ha több időre jön, akkor hát akár kaphat egy saját családot is, és nevelheti a gyerekeket. Hát mi mindenkinek a segítségét, fizikai idejét, tudását, elve jó szívvel, szeretettel fogadjuk. Amikor önök indultak, akkor az akkori hatalom meglehető gyanakvással fogadta ezt a tevékenységet. Most mi a helyzet? Hál' Istennek most ugye, hogy hát 90-ben még úgy volt, vagy 2008-ban és 2007-ben is, hogy vették a nagy kölcsönöket fel a kormányok, és úgy gondolták, hogy mindent meg tudnak oldani. Hát most azért a gazdasági krízis meggyőzte őket abba, hogy szükségük van a partnerekre, a civilekre, egyházakra, hogy hát a szociális kérdésben segítséget kapjanak. Úgyhogy most úgy érzem, inkább partneri a viszony, és hát ez reménnyel tölt el engemet. Ön a prédikációjában, tanításában arra hívta fel az izsákiak figyelmét, hogy a hit erejében kell bízni. Igen, biztos, hogy... Minden krízisen át lendít, segít bennünket. Ha megnézzük a történelem nagyjait, hogy mit tudom én, hogy egy, ugye említettem, hogy egy Mózes, mikor ott állt a faraó előtt, milyen volt neki? Hite. Hitt abba, hogy Isten nem azt akarja, hogy egyik ember a másiknak rabszolgája legyen, hanem Isten azt akarja, hogy szabad testvérekként egymás mellett békébe éljünk. És ezzel a hittel ő szembe mert menni a, hát a túlnyomó ellenséggel, hatalommal, bármivel szembe vagy. De ugyanúgy folytathatnánk tovább. A hétköznapokban is ugyanaz a segítség. Így igaz. Tehát biztos, hogy Isten azt szeretne, hogy mi Isten gyermekeinek szabadságába, békébe, örömébe éljünk. És hogyha én ezt szeretném megvalósítani, akkor számíthatok is az Isten segítségére, támogatására.